Két DK-s és két MSZP-s képviselő is kivonult a mai közgyűlés elején. Király József baloldali önkormányzati képviselő napirend előtt felszólalásában azt kifogásolta, hogy nem volt letakarva a Horthy Miklóst is ábrázoló festmény. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester közölte, hogy a kép egy városi pillanatot tartalmaz városi előjárókkal, egy aktuális történelmi eseményen, és nem a kormányzóról készült portréról van szó. A településvezető hangsúlyozta, hogy egyébként technikai okok miatt nincs fent a függöny, ugyanis az elektromos bekötés még nem készült el, így nem tudják a függönyt irányítani. A karnis kész, de a rendszer még nem működik. Szemereiné Pataki Klaudia azt is elmondta, hogy a következő közgyűlésen megtárgyalják a kép sorsát. A négy képviselőnek, Király Józsefnek, Kopping Ritának, Dobos Józsefnek és Török Józsefnének azonban ez a válasz nem volt elég, ezért kivonultak az ülésről. Dr. Homoki Tamás alpolgármester az üggyel kapcsolatban az egyik napirend tárgyalásakor megjegyezte, Strucz politikának tartja, hogy a város életét érintő fontos döntésekben nem vesznek részt ellenzéki képviselők, így nem tudnak szakmai anyagokról vitázni, és a konszenzusos döntés lehetőségét sem adják meg. A közgyűlés végén Szemereiné Pataki Klaudia felkérte Stahó Pekári István alpolgármestert, hogy alapítsanak egy munkacsoportot, vizsgálják meg a Horthy képpel kapcsolatos érveket, hogy maradjon vagy ne maradjon a festmény a díszterem falán. Az alpolgármester pedig azt tette hozzá, hogy Bernát Aurél festőművész Kádár János ábrázoló képét annó a Fidesz ellenzékiként letakartatta a képviselői irodaházban. Most a Fidesz van kormányon, és a kép ott van, látható. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a baloldali vezetés alatt álló Szeged egyik közterületén a Hősök kapuján is látható Horthy Miklóst ábrázoló alkotás. Stahó Pekár István úgy fogalmazott, itt nem politikailag kell vizsgálódni, hanem inkább esztétikailag. Szemereiné Pataki Klaudia ezért azt javasolta, hogy a munkacsoportba hívjanak történészeket, művészeket, akikkel közösen tudnak majd megállapításra jutni.